Buszpályaudvar, retro, tranzit. Most Magyarország egyetlen olyan kávézójába megyünk, amit egy buszpályaudvarból alakítottak át. Lenke tér és Bukarest utca. Budán vagyunk, a Kosztolányi Dezső térnél, aminek a neve 1947 előtt Lenke tér volt, és itt még látszik az a régi sarokház, a legrégebbi háza a térnek és az útnak, amiről a nevét kapta, egész pontosan a tulajdonosról kapta a nevét. Ő ugyanis kikötötte, hogy halála után róla nevezzék el az itt vezető utat, a Boskai utat és a teret. De 1947 után ez lett a Kosztolányi Dezső tér. Ott a háttérben a Feneketlen tó és a Gellérthegy déli lejtői, ahol a Ciszter gimnázium található, meg a Ciszter templomot, egyébként a katolikus egyház vásárolt a 20-as években nagy területeket. De ha ugrunk az időbe és idejövünk a Kosztolányi Dezső térnek ebbe a hátsó részébe, akkor ez már az akkori térhatáron tulajdonképpen kívül esett. Vannak hasonló a 30-as évekből származó épületek is, de igazából ennek a föléledéshez a 60-as évek. A térnek ez a hátsó része, ami már valójában a Bukarest utca, ez csak a 60-as évekre épült ki véglegesen, és ez nagyjából egybeesett avval az időszakkal, amikor az országos és a helyi autóbuszhálózat is kiépült Magyarországon. Így került az Érd környéki, tehát tulajdonképpen a Buda környéki hálózat központjaként ide egy buszpályaudvar. Ez nagyjából akkor épült, amikor a még most is látható veszprémi, vagy egri, vagy soproni, zalaegerszegi buszpályaudvar, és ezekről még mind-mind tudni kell, hogy akkor ezek egy iroda kezébe tartoztak, ágazatonként voltak ezek a nagy tervezőirodák, ez például az UVA terv. Általában a vidéki városok szélén, tehát olyan helyen épültek meg, ahol volt hely, és könnyen beállhattak a buszok, és a logikája az, hogy egy hossztengely két végén két forgalmi épület, és közben pedig a buszbeállások. Nagyon gyakran kétszintesek, mert az akkori Ikaruszoknak még sokszor a tetejére is pakoltak csomagokat. Ezt egyébként az Engelsz téren, a régi Engelsz téri buszpályaudvarnak a félig fedett köztes részét, a beállós részét, ahol most a Fröccs terasz működik egyébként, lehet megismerni. És tulajdonképpen itt is, illetve ennek a korszaknak ezekben a nagyon tetszetős, könnyed buszpályaudvara épületeinek is egyik legszebb eleme az a tetővonal, amit a buszbeállók fölé szerkesztettek, amit nevezhetünk farkasfogszerűnek, vagy olyannak is, mint hogyha lepke vagy madárszárnyakat illesztenének egymás után. A Bukarest utcai Máva út pályaudvart 1963. augusztusában adták át, és az UVA terv tervezője Félix Vilmos volt, akinek köszönhetjük többek között ezeket a szép, könnyed farkasfog vagy lepkeszárny-szerű tetőelemeket. Azt kell még róla tudni, hogy akkoriban nagy gyárnegyed működött a Fehérvári úton, illetve a Lágymányoson, és ennek a Bukarest utcai pályaudvarnak az volt a funkciója, hogy a Buda környéki agglomerációból, tehát Érdről és a Sóskutról hozza be a dolgozókat, illetve aztán délután vigye őket haza. Ezen a hosszú téglalap alakú területen figyelembe kellett azt is venni, hogy az akkori új csuklós Ikarusz buszok is be tudjanak állni, ezért ezek a 45 fokos beállóhelyek, ezek úgy működtek, hogy az óramutató járásának megfelelően helyezték el őket, és úgy kellett a buszoknak menni körbe-körbe. A 130 négyzetméteres várócsarnok fűtött volt, voltak benne jegypénztárak, irodák, forgalmi helység,
és természetesen sok fény, mert rengeteg üveg veszi körül. És természetesen a kornak megfelelően faldíszítések is. Ez itt mögöttem, ami látszik, postakocsi, remélem értik, tehát postakocsi busz. És a kornak egy abszolút divatos anyagából, műkőből készült a mozaik. Az alkotója Rácz András, és eredetileg itt volt még az a fém fali kép, ami az átalakításkor kívülre került. Erre az átalakításra 2005-ben került sor. Borsai Attila, az építész, egyébként nívódíjat is kapott érte. Azért, mert a buszpályaudvarnak a 90-es évek után nagyjából leáldozott, 1999-ben be is zárták, és az önkormányzat hosszasan kereste az új funkcióját a lehetséges helynek. Fölmerült legalábbis a lakók szempontjából az, hogy itt egy kocsma lesz, tehát tüntetések is, kisebb lokális tüntetések is voltak az ügy ellen, de aztán szerencsére jó fordulatot vett a dolog, mert a Transit Café, ami idővel ide került, ez az átalakítás után, 2000 után, egy igazi kulturális csomópont.